Sziasztok, Okejesz vagyok, és a Narcia játékmódról fogunk egy áttekintést nézni. Sokan jeleztétek, hogy nem igazán értek, hogy hogy működik ez a weird játékmód. Nézzük is meg az eventeknél ezt a Narciát. Hát először is, amit kell tudni, hogy mindenkinek van egy fő városa. Ezt a várost ezt nem tudja senki se elfoglalni tőletek. Ennek van egy fix gabona, víz, kő termelése, illetve van egy 80-as kockafoglalási lehetősége. Ezt alapból adja, de ez is szintenként húzható. Minél magasabb szinten van az adott alapépület, annál több nyersanyagot ad, illetve a foglalt épületek lényegében a kockafoglalási mennyiséget is növelik. Hát elsősorban, amit kell tudnotok, az, hogy hogyan lehet csapatot létrehozni. Jobb oldalt lehet látni ezeket a kis bástya jeleket. Ha ide rákattintasz és rámész a From Team, de akkor itt az editnél létre tudsz hozni egy csapatot, egy általad kedvelt csapatot. Lényegében kiválasztod a hőst, amit szeretnél, aztán létrehozod, szépen elmenten, és itt bal oldalt létrehozni a második, illetve a harmadik csapatodat is. Ha megvan a csapatod, akkor lényegében tudsz vele támadni, hát nekem most itt a fönső városunkban található. És megnézzünk egy alapfoglalást, hogy hogy működne. Rámész az adott négyzetre, amit szeretnél elfoglalni. És látsz itt egy ilyen kard ikont. Arra rá kattint, azt kiválasztod, hogy melyik csapatoddal támadná, és itt kijelzi neked, hogy mennyi víz szükséges ahhoz, hogy oda eljusson az adott csapat. Ha az adott csapatodba csinálunk egy resztet és létre rakunk csak egy hőst, ha az adott távolságra minél kevesebb hőst van be, annál kevesebb vizet kell. Egy hős, erre a távolságra 840 víz szükséges, még ha egy fullos csapatot néz, az 5040. Itt minél nagyobb távolságra akarsz támadni, annál számottevőbb és lényegesebb ez. Ha most megnézzük itt egy távolabbi pontot, akkor egy hős az 3315 vízt akar, a 6 hős meg 19.890-et. Ha visszed át az egyik városból a másikba a hősödet, akkor nagyon sokat tud számítani, mert most én ide át akarnám hozni ezt az egyet, ez 9.705 lenne, de a 6 az már 58.230, úgyhogy rengeteg vizet lehet spórolni ezzel. Erre érdemes odafigyelni, a távolabbra akarsz menni egy csapattal. Rakjuk újra össze. Jó. És akkor nézzünk meg ténylegesen egy támadást. Tehát most ne pazaruljuk a vizet, ezért ide a közvetlen közelbe megyünk. Alapvetően elküldjük a hírő, hogy hány másodperc alatt tér oda az adott csapat. Ha betámadta az adott négyzetet és elfoglalta, akkor visszamegy a kiinduló pontra minden esetben. Lehet is látni, hogy kijelölte az adott négyzetet. Minden egyes támadás után, minél távolabb mész, folyamatosan fogy az életereje. Hát itt egy kockára 4 életet vett el a 100-ból, a hősödnek. És van egy ilyen lehetőségünk, hogy Restore Strength, és a Restore arra rámegyünk, és leokézzük, akkor meg tudjuk gyógyítani a hősénket, ezt a gabonával tudjuk megtenni. Ez élelem. Ezért fontos az, hogy legyen megfelelő mennyiség gabonánk, hogy föl tudjuk tápolni az egységeket, legyen megfelelő mennyiség vízünk, hogy tudjunk távolságokat megtenni,
És van itt még egy nyersanyagunk, a kő. Ha rámenjünk az adott városra, és a legalsó kalapást, itt lehet látni a szinteket, hogy milyen szinten van az adott város. Ide be tudjuk adni az adott kőműveléseket, amit termelődött, és ezzel tudjuk a városainkat fejleszteni. De lehet látni, hogy a kettes szinten már nem 20, hanem 30 kockát tudunk elfoglalni, utána 40-et, 50-et és 60-et, ez pluszba hozzáadja. Itt a felső összesítő nekünk lehet látni, hogy 149 per 160 van. Ez abból adódik, hogy összesen elfoglaltunk három várost, és három városnak plusz a fő városunknak a össztermelési értékét, kapacitását mutatja egyrészt, illetve hogy mennyi van jelenleg az adott csapatban. Hát ami még érdekes lehet, hogy itt a csillagnál lehet menteni város koordinátákat. Most elég messze lévő lett elmentve. Nekünk ezt kéne majd következőre elfoglalnunk. De hogy könnyebben tudjuk támadni, kis társadalmat kelljen megtenni, itt a legközelebbi small tont kéne első körbe. Ami egyes, hogyha foglalunk egy várost, a közvetlen közelébe levő négyzetet el kell foglalni, és meg kell védeni ahhoz, hogy el tudjuk orozni. Hát alapvetően, hogyha én be akarnék támadni egy olyan nézetet, aminek a szomszédsága nincs elfoglalt nézetünk, azt nem fogom tudni megtenni. Semmi szín alatt. Úgyhogy csak olyan nézetet tudok támadni, ami közvetlenül a elfoglalt nézetünk közelébe található. Alapvetően, ha egy ilyen üres nézetet támadtok, akkor érdemes olyan csapattal támadni, amibe egy vagy két hős van, attól függően, hogy milyen erősek a hőseitek, mert azok elegendőek ahhoz, hogy elfoglalja ezt a nézetet, és kevesebb vízmennyiséget használtok el a foglalásra alapvetően. Ez egy nagyon fontos dolog tud lenni, mert később, amikor teljes csapattal kell foglalnunk a várost, akkor több kört tudunk megtenni az adott vízmennyiséggel. Hát a városnál is óránként 25 egysége növekszik az életereje. Alapvetően a szintnek megfelelően meghatározva, hogy az egyes szinten 300, itt van a kettes szintű városunk, neki 350 az életere, és akkor így szépen megy fölfele. Hármas szintűnek, ha minden igaz, 400 lesz az életereje. Ha egy várost akarunk védeni, akkor ha be akarnak támadni egy nézetet, akkor be lehet állni arra a nézetre, illetve olyan nézetet akarnak foglalni, ami nem a miénk, akkor ezt be tudjuk előttük foglalni, és ha befoglaljuk előttük, akkor elveszti a támadási értéket az adott támadó egység. Úgyhogy nagyon praktikusan lehet így védekezni, akár egy-két hőssel is. Itt alapvetően megfigyeltünk, hogyha egy-egy hőssel akarunk leszedni, mert kis akunttal rendelkezünk, egy nagyobb csapatot, egy hőssel betámadjuk, akkor is ugyanannyit vesz le az adott ellenséges csapatból, mintha egy fullos csapattal támadnánk, feltéve ha erős a csapat, ami éppen védi az adott mezőt. Hát a erősebb csapattal rendelkeztek, akkor természetesen egy körből el lehet venni tőle azt a pontot. És a kis akontokkal lényegében csak egy-egy hőssel szoktam támogatni, hogy sokkal praktikusabb, jobb, kevesebb gabonába kerül nekem a föltápolása, mint amint a 6 hőst föl kéne tápolnom. Mert ezért az elég sokba tud fájni. Mit hagytunk ki? I'm a beautiful disaster.
Ja, igen. Alapvetően, hogyha el van foglalva egy egység, és ki akarsz állni a saját csapatoddal, akkor a ház vagy sátor ikonra kell rámenni, és azzal tudod kiküldeni. Rámész, kiválsz a csapatot, leokézod, és oda fog menni. És akkor megáll azon a négyzeten, és azt fogja védeni. Ha kínál egy négyzeten a csapatod, és vissza szeretnéd hívni az adott városban, amiből kiindult, akkor jobb kész fel megnyitod az adott csapatot, és rámész a returnba, és a vissza vonás gombra, és már is visszament. Csak a városban levő csapatodnak tudod az életét búzával javítani, vagyis tápolni. Ha kint van egy négyzeten, ott nem fogod tudni. Ami fontos még, hogy vannak különböző szinteken levő négyzetek. Megnézzük ezt a vizeset, ez egy ötös szinten levő, a 150-et termel óránként. Akkor egy négyes szinten levő a 125-öt, egy hármas szinten levő 100 pontot, és így szépen megy lefele. Érdemes mindig a 4-es, 5-ös kockákat elfoglalni, és a 2-eseket azok meg folyamatosan feloldani, hogy minél több nyersanyagunk termelődjön, mert az hosszú távon jó tud lenni. Többet tudunk támadni, messzebbre tudunk támadni. Egy nagyon hasznos dolog. Ha elfogynak a négyzeteink, ez a 160 betedik, hogy 160 per 160 lesz, akkor lényegében csak a líder tud feloldani négyzetet. Még itt, amit elfoglaltam, azt már nem tudom, keresünk akkor valami gyenge kettes négyzetet. Itt van egy kettes, rámegyek az X-ra, akkor ezt föl tudom oldani, de 10 perc kell, hogy az adott négyzet feloldódjon. Ezzel meg lehet szopatni a támadáskor a népet, a város fogalunk, hogyha valaki közbe kimaxolja, akkor nem fogod tudni támadni a várost egész addig, amíg nem oldunk föl négyzetet. De viszont ha nekiállunk négyzetet feloldani, akkor az 10 perc még feladod, de viszont egy négyzetet meg el tudsz foglalni akár 10 másodperc alatt is. Úgyhogy róla kell figyelni, hogy ne szopassuk meg a másikat. És mindig ügyeljünk arra, hogy legyen megfelelő lépésünk. Még itt fölöslegesek ezek a üres négyzetek, keveset tudnak termelni, neked érdemes felszedni, visszaszedni. Most elfoglaltuk ezt a várost, itt célszerű volt körülötte levő négyzeteket elfoglalnunk az ellenség, vagy visszaszedni az ellenségtől. Hát lényegében ez egy csapatjáték, mert csak közösen lehet eredményeket elérni benne. Hát alapvetően, hogyha egy város foglalunk, lehet látni, hogy ennek 260-as az élete jelenleg. Minden egyes bevitt támadással 10 egységgel csökken az adott élete, és ha nullára lecsökken, akkor nyerjük meg magunknak az adott várost. De viszont, ha vannak benne védő csapatok, először a védő csapatokat kell leverni, ahhoz, hogy utána az életereje fogjon a városnak. Így van olyan, hogy nagyon sok csapatot be kell küldeni az adott városra, hogy ténylegesen elkezdni az élete csökkenni. Minden egyes támadás előtt, amíg van gabonát, érdemes az adott csapatot feltápolni mindenféleképpen, mert egy teljes élettel rendelkező csapat az nagyobb eséllyel le tudja verni az ellenséges csapatokat. Hát ami még fontos lehet, hogyha elfogy a hősödnek az élete, akkor egy 10 percre úgymond kilövi magát a használhatóságból. Ezt 10 percet kivárod, akkor utána gabonával föl tudod tápolni.
És lényegében a városfoglásnál is az a lényeg, hogy a városba levő csapatokat azt teljesen kinullázzuk először, ha kinulláztuk, utána tudjuk nullázni a várost. És lényegében erre 10 percünk van. Ha odafigyelnek a támadásokra, akkor mindig ahogy fogy az élet a bent lévő csapatoknak, tápolják gabonával, aztán teljesen elfogy a gabonájuk, akkor fognak csak meghalni, úgymond. Vagy ha egy erősebb csapattal van betámadva, és gyengébb a védő csapat, akkor az erős csapat akár több csapatot is képes leverni. Itt azért lehet látni, hogy én itt támadtam az előző várost is. Lényegében 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-ot mutat, de 7 csapat volt, amit levertem. Vagy csökkentettem az életét, mielőtt visszament volna az adott városba, ahol tartózkodik. Azon gondolkozok, hogy maradt-e még ki valami, ami fontos lehet. Hát alapvetően a csillaggal tudsz bejelölni koordinátát, amit itt jobb oldalt meg is tudsz nézni, és itt törölni is tudod az adott koordinátát. Nekünk ez a város kellene, hogy elmentem a koordinátát, ha bárhol máshol vagyok a térképen, és támadják el a koordinátára, akkor föl fogja dobni, hogy ezt kéne most támadnom. Ha ezt betámadtuk, akkor jöhetne ez a lártól. Ez védelem alatt áll 12 óra 6 percig. Hát alapvetően, amit érdemes tudni, hogy ha elindul a játék, akkor védelem alatt áll a alapváros, utána van egy második szintű város, annak is van egy védelmi ideje, és a fő város, ez a harmadik rész, amit el kell foglalni. Ha bizonyos időn belül elfoglalsz városokat, akkor nyersanyagokat kapsz érte, illetve a bizonyos kockát birtokolsz. Hát lényegében itt az első volt az, hogyha 90 négyzetet birtokolsz, akkor megkapod az itt lévő revárdokat. Másik feladat, de itt lehet is látni, hogy egy nap, két nap, 12 óra van rá, 3 nap, így majd megyünk lefele. Másik lényegében 1500 pontot kell elérnünk, amit el is értük, úgyhogy meg is kaptuk. A harmadik lépésnél, hogy 3 darab kisváros kellett elfoglalnunk, el is megkaptuk a revárdokat. A negyediknél négyében el kell foglalni egy nagy várost, ez a Larstone, ami itt található, de azt, hogy könnyen el tudjuk foglalni, ezt a Smartont kéne először célba vennünk. Ahhoz, hogy ezt a smartot el tudjuk foglalni, érdemes ebbe az alatta levő legközelebb lévő kis városunkba fölvinni a csapatokat egyesével, utána beállítani az adott csapatot, hogy ne egy hős legyen benne, hanem meg legyen mind a 6, és úgy lehet majd támadni, amint közelében négyzetet foglaltunk. De a közelében négyzetet foglaltunk, akkor érdemes ráállítani ezzel a házikonnal egy csapatot, egy erősebb csapatot, hogy védjék be, vagy biztosan tudjuk támadni, mert a közelében nincs egyetlen egy nézetünk sem, amit mi birtoklunk, akkor lényegében a adott várost nem fogjuk tudni foglalni. Ha visszaveszik az adott nézetet, akkor is az következik, hogy ami menne a városba támadó csapat, az nem támad semmit se. Ha esetleg én ezt a nézetet itt betámadnám, de közben visszaszednék ezt a nézetet, akkor ezt nem tudom elfoglalni az előtte lévőt, mert nincs érintőlegesen egyetlen négyzet se a mi birtokunkban. Ez egy nagyon fontos dolog. Hát a játék, ami számot ebből, hogy teljesítsük az adott pontokat, és foglaljuk el az adott városokat. Hát megfelelő mennyiségű Smarton, Larstont, minél többnek legyünk a birtokába, hogy utána el tudjuk foglalni a legnagyobb várost. Itt a térképen meg is lehet nézni, hogy az itt található. Itt
itt az Imperial Castle, ez a legnagyobb város, magukat mellette. Itt is a legutolsó reváltoz megvan, hogy mennyi pontot kell szerezni a legnagyobb várossal. Elég szépen ad nyersanyagokat, úgyhogy érdemes neki leselkedni. Hát minél nagyobb város közelében vagy, annál nagyobb szintűek, úgymond a nyersanyag készletek, ami a közelébe találhatóak. Ez is egy fontos dolog. Hát most elég szerencsések vagyunk, mert elég közel helyezkedünk el a központhoz. Hát ami még fontos, tehát, hogy lényegében bújidok szoktak szövetséget kötni, mi szövetségben vagyunk jelenleg a magyarral, viszont ők eléggé a térkép bal szélén találtak való ezen a részen. És nem tudom, hogy nem rakott oda. Ezen a felén találhatóak, itt a magyar. Mert hogy látom, ők is már foglaltak jó pár várost. Három városok, ahogy látom, van is. Akárcsak nekünk. Ők is szépen alkotnak. Hát igen, nagyon kim vannak a szén, úgyhogy onnan nehezebb lesz nekik ide beütni, mint nekünk innen ide. Hát alapvetően, hogyha a csapatodra mész, akkor mindig odaugrik, ahol éppen a csapat talált arra a városra. Így föl lehet mérni azt, hogy éppen mennyire közel vagy az adott városhoz, amit éppen támadni kell. Akkor alapvetően van itt egy ilyen leveles láda, itt meg lehet nézni, hogy éppenséggel milyen támadást hajtottál végre utoljára, mennyivel sebezted az adott ellenséget, meghalt teljesen, nem halt meg teljesen az összes hőse, illetve hogy te mennyivel sebződtél. Hát általában egy jó támadást végrehajtasz, akkor csak 4 egységet vesz le az életedben, az ellenfélben egy 16-ot vesz le. Ami még fontos, lehet, hogy lehet húzni a title szinteket, vagy battle talent szinteket. Ez hasonló, mint a title talent. Ami lényeges, hogy itt is kapsz bónuszokat, illetve minél magasabb szinten vagy, annál kevesebb időbe telik eljutnod az A pontból a B pontba. Nekem itt jelenleg 21%-kal gyorsabban jut el az adott egységem az egyik pontból a másikba. Illetve azért már vannak elég jó kis bosztok, ami azért hasznos tud lenni. Aki tudja, az mindenféleképpen hozzá. Nekem itt már a legendánál a legutolsó következik, viszont itt elég sok battle talentet kérem, mert már 700 kell, nekem meg ilyenek csak 15 van. Többi nyerség az ez nem lenne probléma. Én jelenleg a Demigood 1-es szinten vagyok, itt már a, ki tudnám maxolni, akkor 45%-kal csökkenteni a mozgási időintervallumot, hát az elég baráti történet lenne már. Látom, itt szépen alkotnak a csapattársak, egy-egy hőssel foglalgatnak. Meg próbálnak foglalni kevesebb vízvéget, de itt már biztos, hogy egy hős nem lesz elég, hanem 2 vagy 3 kell. Hát alapvetően egy olyan mezőt akarunk foglalni, ami senkinek a birtokában, csak egy imperiál alap army található rajta. Ha meg
olyat szeretnék volna, hogy valaki birtokában van, ott már egy erősebb ilyen Imperial Army található, akiket le kell verni. Erősebb csapatok szükségesek hozzá, ha meg olyat támadunk, ahol eleve rá van helyezve az adott csapat, ennek a csapata, akkor meg a csapatjának a értékei azok, amik mérvadóak. De nézzük meg, hogy hogy érdemes áthozni a csapatokat. Tudom, nem ott található. És lehet látni, hogy le vannak sebződve, ezeket föl tudjuk tápolni. Föltápolt, meg tudjuk nézni, hogy hol található. Hát ez pont itt található, ahol kell is neki. Igen, ez már másik városban található. Itt rámegyek a elitre, akkor reszetelni tudom, berakok egy hőst, mentem. Reszetelni tudom, ide is berakok egy hőst, mentem. És akkor lényegében mindegyik csapatban egy-egy hős található, és az egy-egy hőssel, ami ebbe a városba található, most át fogunk menni de a fentibe. Lehet is látni, hogy 3510 lépésbe kerül. Ha 6 hőssel mennék át, akkor 6x3510-be kerülne a lépés. Így lényegében sokkal kevesebb nyersanyagból át tudunk mászni. De látom, elég kevés vízünk van szinte mindenhol. Köszönöm szépen a figyelmeteket, remélem, hogy tudtam pár tanácsot szolgálni nektek. Sziasztok!